Endrefi Illikó 1980-tól nyugdíjazásáig dolgozott a Jósa András Oktatókórház gyermekosztályán, ahol a laboratórium szakmai munkáját irányította. Az általa kifejlesztett vékony réteg kromatográfiás vizsgálatok akkor országos szinten is egyedülállónak bizonyultak. Endrefi Illikóval hosszú éveken keresztül dolgoztunk együtt, és én nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen módon is emléket tudunk állítani annak a munkásságnak, amit ő ebben az osztályban elvégzett. Úttörő jellegű volt az a munka, amit ő itt tett olyan gyermekek érdekében, amit annak idején országosan még nem tudtunk megtenni. Olyan kémiai laboratóriumi módszereket vezetett be az osztályunkon, amelyekkel igen ritka betegségeket tudtunk felfedezni, és a felfedezés követően tudtunk gyógyítani. Nagyon nagy hálával tartozunk az ő munkásságának, amit ő sok publikációban meg is jelentetett, és a mai napig is használjuk ezeket a módszereket, amelyeket annak idején ő kidolgozott itt az osztályunkon. Munkásságának utolsó éveiben az autizmus és a magatartás zavarban szenvedő gyermekek anyagcsere rendellenességeivel és a betegek állapotán javító diétás kezelések lehetőségeivel foglalkozott. Így került kapcsolatba Farkas Árpád, a Most Élsz Egyesület elnöke Endrefi Illikóval saját gyermekének érintettsége révén. Az autizmus spektrumzavart világszerte élénk kutatások tárgyát képezi, mind a kialakulási mechanizmus és annak a befolyásolhatósága, és így erősödtek meg azok a tények, hogy a genetikai faktorok háttérbe szorultak, és egyre inkább az epigenetika felé hajl a kutatásoknak az irányvonala. Endrefi Ildikó ezeket a háttérben zajló komorbiditásokat, társbetegségeket vizsgálta, és anyagcsere kutatásokon keresztül igyekezett alátámasztani a pszichiátriai diagnózisokat. Endrefi Ildikóra betegei és kollégái, jelenlegi és korábbi városvezetők olyan emberként emlékeznek, aki szerénységgel és alázattal fordult betegeihez és kollégáihoz, kicsit több, mint 4 éve bekövetkezett haláláig.